A topolyai Pantarei klubban régi hagyománya van a Halloween buliknak, ám az idén új tartalommal bővült a rendezvény. Első alkalommal rendeztek slam poetry vetélkedőt. A slam poetry igazából a világon bármi lehet. Tehát én felmegyek a színpadra és 3 percig hallgatok, azt elmondok egy mondatot és lejövök, az is slam. A lényeg az, hogy saját szövegem legyen, én találom ki az én érzéseim, az én őszinte gondolataim. És erről szól a slam poetry, bármi, ami te vagy, bármi, ami innen méről szívből jön, bármi, ami téged nyom, és a saját gondolatod, és ki szeretnéd adni valamilyen formába, bármilyen formába az embereknek, a slam poetry. A rímes beolvasásokból az derült ki, hogy a fiatalokat leginkább az elvándorlás kérdése foglalkoztatja. Itt nincs metró alagút, piros busz, meg Buckingham Palace, de itthon vagy önmagad, meg itt van Juhászi Palace. Költhetsz csak eurót, vehetsz jó autót, de ne feled a rangvétel, akárhogy haladsz, odakint mindig csak turista maradsz. Alulról jövő emberek elmondják azt, amit ők látnak a mindennapjaikon, tehát ne a felülről jövő értelmiségi narratíva érvényesüljön mindenhol, hanem a nyás valóság egy közösségi térben ilyen módon is meg tudjon nyilvánulni. A művészet erejével, ha most nevezhetjük ezt művészetnek, a jövő kérdése, hogy hová fejlődik. Vajdaságban ez már a harmadik slam bajnokság volt. A slammerek színvonala az nagyon jó, nagyon magas, úgyhogy szerintem minden készen áll rá, hogy ez még jobban elterjedjen itt nálunk. Az igazi nyeremény az, hogy szabadon elmondhatták véleményüket, de a zsűri pontozott is. A regényíróként már ismert Tékis Tamást kiáltva ki bajnoknak.